Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Égrupfer csodálatos világába ismét. A mai alkalommal az úgynevezett erőforrásokkal ismerkedünk meg. Hát mi a radai rosszabb is az az erőforrás? Gyakorlatilag erőforrás az bármi lehet. Erőforrás mondjuk egy projektor, ugye ha több tanár is van és kevesebb projektor, akkor azon lehet veszekedni, hogy kié legyen, vagy laptop, vagy egy tanterem például, szintén erőforrás lehet, ki mikor férjen hozzá a tanteremhez. Úgyhogy gyakorlatilag minden olyan dolgot erőforrásnak tekintetünk, amit valamire használni tudunk, valami fajta hasznot tud hozni, különösen akkor, hogyha erre nagyobb az igény, mint amit önmagába ki tud elégíteni, hiszen ha mindenkinek van minden, akkor sok beosztani való nincs rajta. Szélsőséges esetben akár még embert is tekinthetünk erőforrásnak, oktatástechnikus rendszergazdát, de igazándiból erre még mindig azt mondom, hogy van egy jobb módszer, amit erről nem tárgyaltunk, az emberek kezeléséről, ilyen feladatvégrehajtás ügyek, ez pedig a tracker nevezetű. Úgyhogy ez tényleg inkább legjobb, hogyha valami fizikai erőforrásokról szól az erőforrás kezelő. Hát nézzük, mit lehet ezzel kezdeni. Ugye a rákattintunk, itt láthatjuk a felsorolt erőforrásokat, amiből jelenleg most 0 darab van, illetve itt lehet kérni egy listát, íme, nincs még mit listázzunk, és hát hozzá lehet adni erőforrás, de ezt ugye itt is meg lehet csinálni. Hát akkor nézzük, adjunk hozzá egy erőforrást most a próba kedvéért. Ja igen, ezt itt nem mutattam, ugye kategóriákba lehetek ezeket is rendezni. Van egy ilyen általános kategória alapból, meg egy helyek, de természetesen bármilyen kategóriát létre lehet hozni. Szólni kell nekem, vagy adott esetben a más üzemeltető csoportmunkarendszer, a csoportmunkarendszer üzemeltetőjének, és ő bármilyen kategóriát létre tud hozni, tehát lehet ez tantermek, projektorok, digitális táblák, laptopok, virágvázák, bármi egyéb, szólni kell, és az adott kategóriát elkészítem. Jó? Tehát most én az általános kategóriával dolgozok, nem csináltam semmilyen konkrét kategóriát. Tehát hozzáad. Hát kérem szépen, az erőforrásnak lehet adni egy nevet, hogy milyennek az erőforrásnak a neve. No, hát akkor hozzunk létre valamit, ugye? Meg kellett állnom, mert semmi ötletem nem volt így a nap végére. Szóval azt találtam ki, hogy mivel úgyis szűkösek manapság már az erőforrások az oktatásban, így legyen mondjuk az erőforrás, amit beszeretnénk osztani, WC papír. Hát, a WC papírnak általában nincs lehetári száma, de ha valami komolyabb dologról lesz szó, annak biztos van, úgyhogy ide írok egy lehetári számot. Lehet az adott erőforráshoz egy leírást is tenni, mit tudom én, két rétegű hely, hát ez tanári mosdó, információ a raktározásról, hát hol raktározzuk, mit tudom én, igazgatói iroda mellett, hiszen ez őrült nagy kincs ma már. Mennyiségből csak egy darab van, az mint fel is használatos, ez egy nagyon fontos pont a lefoglalható. Gyakorlatilag, ha vannak erőforrásaink egy intézményben, akkor ezeket le lehet foglalni. Egy naptárban be lehet jelölni, ki mikor tart rá igényt, automatikusan be is jelöli, hogy ki mikor foglalta le. Úgyhogy, ha van egy szűkös erőforrásunk, egy digitábla, vagy bárkihez hozzá szeretne férni, szépen a jelentkezés sorrendjében automatikusan ezt be lehet osztani. És akkor nincs azon vita, hogy kié, mié, bejelöli mindenki a naptárba, amikor kell neki, és használja. Hát, akkor én azt mondom, hogy ez a WC papír is legyen foglalható. És itt egy nagyon fontos dolog van, ugye a kategória, ezt már az előbb említettem, hogy jelenleg ugye a helyek is az általános kategória van, de természetesen a rendszergazdának kell szólni, és bármilyen kategóriát létre tud hozni. Oké, lehet egy leírást is az erőforrásról közzétenni. Ez mondjuk, ha egy eszköz, akkor lehet neki a használati utasítása, hogy hogyan kell bekapcsolni, kikapcsolni, bármit csinálni vele. Jó, úgyhogy legyen mondjuk most csak annyi, hogy keveset használj. Jó, lehet egy képet tenni az adott erőforráshoz. Ha mondjuk van 15 féle projektorunk,
Nem biztos, hogy valakinek sokat fog mondani a típus, hogy odaírom, mit tudom, egy Sony XC600 vagy Sony XC300, és most fogalmam sincs van-e ilyen projektor, csak mondtam két típust, így találomra. De ha mondjuk egy képet is fölteszünk az adott eszközről, akkor már könnyebb lesz fölismerni. Vannak ilyen általános erőforrás képek, de lehet föltölteni saját képet. Ez a legjobb megoldás, az erőforrásról feltöltünk egy képet. Mit tudom én már ide töltöttem is egy ilyen WC papír képet. Feltöltjük a képet, lehet rá netes hivatkozást is tenni, ugyanúgy föl lehet hozzá csatolni állományt, ez mit tudom én, a tanterem az erőforrás, akkor a terem rendjét föl lehet tölteni, mondjuk egy állományba, hogyha megvan, meg hát bármilyen egyedi mezőt hozzá lehet szúrni, hozzá lehet fűzni. Gyakorlatilag ezzel már el lehet indulni, fölvettünk egy ilyen erőforrást, mentsük el. Hát ha jól dolgoztunk, akkor ez az erőforrás megjelent, itt van ez egy WC papír, egy van belőle, tanári mosdó mellett van a tanári mosdóban van az igazgatóiroda mellett, raktározzuk egyébként, és hát így néz ki ez a valami, amit keresünk. No kérem szépen, hát ugye lehet itt foglalni, ennek sok értelme nincsen saját magamtól foglalni, mert látványosabb lesz, ha máson keresztül mutatom be. Lehet ugye szerkeszteni, ez ugyanazt kapjuk meg, amit az előbb itt már kaptunk. Természetesen mindenki csak a saját bejegyzését szerkesztheti. Célszerű, hogy ha van egy adott erőforrásnak felelőse, mondjuk egy intézményben oktatástechnikus, akkor ő viszi fel az összes műszaki eszközt, a gondok, az összes tantermet, vagy ilyesmit, amit be lehet osztani. Meg lehet, tehát ezt itt látjuk is, de így meg lehet nézni nagyban, meg hozzá való intelmeket el lehet olvasni. És hát igazándiból meg lehet nézni a naptárját, ugye itt foglalni lehetett benne időpontot, hogy mikor akarjuk használni, ez pedig a naptárja az ennek, amiben meg lehet nézni, hogy az erőforrás mikor van foglalt. Tehát mikor tart rá valaki Nos, igényt. Be is léptem közben egy másik felhasználóval, látható, ez az Ágoston Laci, felhasználó neve, bocsi. És hát itt pedig ugye én vagyok bent. No, hát akkor nézzük, mi történik. Ugye itt van már az erőforrások között, tehát tételezzük fel, nem oda lépett volna, nem belép ugye ide, jó, és akkor belép az erőforrásokhoz. Oké, itt látja ezt a WC papír nevezetű erőforrást, amire neki nagy szüksége lenne, éppen ezért szeretne egy időpontot foglalni. Hát először is, ha tetszik, hanem kell valamilyen címet adni az erőforrás foglalásákor, lehet ez akár az óra címe, amihez kell, az esemény, amihez kell, mit tudom én, legyen mondjuk nagyon fontos dolog, mit tudom én, nagyon nagy és fontos dolog. Oké, itt jön az érdekes rész, kezdési időpont. Be lehet állítani, így kézzel beírva átíratjuk a dátumot konkrétan. Ha nem szeretnénk kézzel, itt kattintjuk a naptárkára, és kiválasztjuk, hogy mely napon szeretnénk. Természetesen elő lehet lépegetni november, december, január, bármeddig elő lehet menni. Legyen mondjuk egy holnapi nap, negyedike. Kezdési időpont 9 óra, és meg lehet adni időpontot. Alapból 1 óra az időtartalom, de lehet állítani 15 perctől 8 órán keresztülig, illetve, hát reméljük ezt a WC papírral nem csinálja meg a Laci bácsi, de egész napra is be lehet jelölni, akkor egész napra lefoglalja az erőforrást. Na most természetesen meg lehet adni több napot is, akkor ki kell választani a dátumot, és akkor egy tól így, tehát megtehetjük, hogy 11.4-től itt beállítom, hogy mit tudom én, 12.1-ig egy húzamban foglalt az erőforrás. Hát én azt mondom, egy 15 perces foglalás elégnek kell lennie. Ha jó bármilyen időpont, és mondjuk egy sűrűn használt erőforrásról van szó, amire sokan pályáznak, akkor nem kell keresgélni, rákattintunk a szabadidő keresésére, és ő talál nekünk szabad időt, abban az időtartalomban, amit megadtunk. Ki lehet tölteni a helyszínt, de nem kötelező gyakorlatilag. Lehet neki adni prioritást, ez mennyire fontos ez az erőforrás, ez enyém legyen. És akkor lehet egymással birkózni, hogy kié legyen a dolog. Lehet írni leírást hozzá, hogy mire használom akkor. Tenni résztvevőket. Ugye látjuk, most a résztvevő az a WC papír, az erőforrás,
és az Ágoston Laci, de további résztvevőket is be lehet vonni. Ha ez egy rendszeres esemény, be lehet állítani, hogy ez ismétlődjön naponta, hetente, havonta, évente akár. Tehát fölösleges újból fölvinni hetente egy eseményt. Hozzá lehet tenni szintén netes hivatkozást, dokumentumot föltölteni, be lehet állítani riasztást, hogy a résztvevőket előtte értesítse, hogy ez alapvetően az Ágoston Lacit értesítene. Tehát ha beállítok egy riasztást, hogy mondjuk nekem kell ez a WC papír holnap 9-kor, és elfelejteném én ezt, hogy nekem én ezt igényeltem, akkor beállítottak előtte egy riasztást, hogy az esemény előtt ennyi nappal, ennyi órával, ennyi perccel, mondjuk 5 perccel kapjak egy riasztást, akkor hozzá kell adni a riasztást, és akkor, ja hát igen, bocsánat, igen, így van, az már nem fog menni, hiszen a negyedike az elmúlt, rossz napot mondtam, a negyedike az elmúlt, rossz napra állítottam be a naptárba, hiszen negyedike reggel 9 elmúlt, tehát ötödike, bocsánat, ötödike reggel 9, milyen jó, hogy ilyen is van, látszik a hiba, és akkor most hozzáadok egy 5 perc előtt egy riasztást, riasztás hozzáadása, és ebben a pillanatban 8x55 perckor fog egy e-mailt kapni az Ágoston Laci arról, hogy 9 órától övé a WC papír nevezetű erőforrás. Tehát ilyet is meg lehet csinálni. Úgyhogy nem fogja elfelejteni. De ez nem kötelező természetesen. Oké. Ezek a minimum adatok, amiket ki kell tölteni, tehát hogy mikor, mettől, milyen időtartalomban, és mi a cím, amire igénybe veszem az erőforrást. És ha ez így jó, akkor elmentem. És ebben a pillanatban ez az erőforrás le van foglalva. Ezt meg is tudja nézni akár Laci is, ha megnézi itt az erőforrás naptárjának megtekintését, rákattint. Ugye alapból most nem látunk semmit, mert itt a hétfői napon áll a naptár. Ha átkattintok a keddre, akkor se látok semmit. Ha szerdára átkattintanék, már látnám, de ugye itt megragadom az alkalmat, hogy a naptárból ne felejtsük el, van heti nézet, több heti nézet is, tehát egyszerűbb ilyenkor mondjuk átkapcsolni egy heti vagy havi nézetre, és már is látni fogjuk, hogy nicsak. Szerdán egy nagyon nagy és fontos dolog, a följárók kírja hosszan is, mert itt csak röviden fért ide, nagyon nagy és fontos dologra ez az erőforrás, aminek a neve, mint látható WC papír, most elmozdítom az egeret, akkor eltűnik onnan, hogy nem tudok rámutatni, de WC papír az erőforrás neve, ez foglalt. Na de jó, hogy az Ágoston Laci látja, de higgyük el, más is látja, tehát más erre az időpontra már nem fogja tudni lefoglalni ezt az erőforrást. Nézzünk meg egy mást. Legegyszerűbb saját magamat megnézni, itt vagyok bent az erőforrás naptárjában, ugye, tehát erőforrások, itt voltam, megnézem neki a foglalási időpontját, itt vagyok, és gyakorlatilag itt is átkattítok mondjuk egy ilyen havi nézetre, hogy jobban lássam, és azt fogom látni, hogy bizony-bizony ez az erőforrás foglalt Ágoston Laci számára, tehát nem fogom tudni lefoglalni ugyanabban az időpontban. Ha rákattintok, akkor láthatom, hogy gyakorlatilag én ezt nem is tudom szerkeszteni. Tehát itt látható az erőforrás leírása, stb. Jó, na most egy fontos dolgot még mutatnék. Megtettem azt, hogy még egy e-mail értesítőt küldök a résztvevőknek, de igazániból ezzel sok mindent nem tudok csinálni. Tehát ha nagyon szeretnék alkudozni, akkor egy e-mail értesítőt küldetek az Ágoston Lacinak, hogy te mégis én szeretném használni, de egyébként az eseményt csak nézni tudom, tehát erre a napra, erre az időpontra ide én nem tudom foglalni a WC papírt. Mögé, elé természetesen tudom, tehát ide már be tudok szúrni egy foglalást a WC papírra. Próba, nem fogok itt most túlzásokba esni. Elmentem, és ebben a pillanatban meg fog jelenni utána az én foglalásom is. Látható 9 órától 9 óra 15-ig az Ágoston Laci foglalja az erőforrást, 10 órától 11-ig én. És most átmegyek az Ágoston Laci fiókjába, és nyomok egy frissítést a naptárra, hát ez nem biztos, hogy elég lesz, de elég volt már itt, nem kellett hozzá elmenni a naptártól, már megjelent nála az én bejegyzésem is. Tehát gyakorlatilag nem kell veszekedni az erőforrásokon, egy naptárban szépen mindenki előjegyezheti az erőforrás használatát. Ennyiről szól az erőforrás kezelő. Sok sikert mindenkinek a munkához.